kimondhatjuk azt, hogy véget ért a recesszió. Lehet, hogy még nem érezzük, de egyébként túl vagyunk a fordulóponton. Parag László, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara elnöke szerint vége a cudaréveknek. Ugyan az inflációnak lesz még negatív hatása, de a magyar gazdaság innentől növekedési pályára áll, és hamarosan beérik a gyümölcse a stabil munkaerőpiac létrehozására szánt erőfeszítéseknek, az új magas nyomású gazdasági modell taktikájának és a rövidülő nemzetközi szállítási láncok okán hazánk növekvő befektetési vonzerejének. Nem a recesszió vége volt a gazdasági szakember egyetlen erős mondata. Azt is kiemelte, hogy lejárt a garantált bérminimum ideje. Pár éven belül teljesen megszűnhet a bérverseny miatt már a jelentőségét vesztett intézkedés. Sokkal fontosabb, hogy smart, vagyis okos beruházásokra, erős kínai kapcsolatokra és magasabb szintű tudással rendelkező munkaerő lenne szüksége hazánknak, hogy versenyképesebb legyen a számunkra nem túl rózsás uniós piacokon. Utolértük Portugáliát a fejlettségi mutatók tekintetében. Ez imponáló, hiszen ha ez az ív marad, akkor a déli országokat szépen lassan becserkészhetjük az elkövetkező 5-10 évben. A top 50 díját adó főelőadója a területfejlesztési miniszter volt, aki közel 20 éves uniós tagságunk gazdasági leltárja után az agglomerációs változások és az átalakuló várostérség halmazok relációjában beszélt arról, hogy hogyan kell új szemléletet csempészni a jövő területfejlesztési stratégiájába. Igyekezett elmagyarázni, hogy a főváros olyan növekvő gazdasági gravitációval rendelkezik, ami már Szolnokig is elér, részben a javuló hazai úthálózatnak és infrastruktúrának köszönhetően, így már 100 kilométeres körzetben fejti ki hatását Budapest gazdasági felhajtó ereje. Hogyha megnézzük Magyarország fejlettségi térképét, akkor azt láthatjuk, hogy lassan-lassan kelet felé húzódik egy olyan sáv, ahol magasabb jövedelmek vannak, ahol jobb az infrastruktúrális ellátottság, ahol tehát a sokak által irigyelt Észak-Dunántúli fejlettségi mutatók jönnek át ide most már a Dunatisza közére, az északi részre, illetve a Tiszántúlra is, elsősorban az egri, miskolci, debreceni, de nem utolsósorban a szolnoki beruházásoknak köszönhetően is. És ez azt mutatja, hogy ez szépen lassan zárkózik fel ez a térség, némi kormányzati segítséggel, de alapvetően önerejéből. Fejlesztéspolitikai szempontból is itt kiemelt jelentősége lett térségi alközpontoknak, hiszen más hagyományokkal rendelkezik egy nagykunsági térség, mint egy jászsági térség, ebből adódóan az itteni térségfejlesztési programok megfogalmazásánál is érdemes a helyi, regionális sajátosságokra nagyobb figyelemmel lenni. Az előadásból az is kiderült, hogy vármegyénk a tipikus példája annak, hogy a területfejlesztési forrásokat csak egy decentralizált tervben lehet jól elosztani, figyelembe véve a Jászberényhez és Karcakhoz hasonló, megerősödött járási gazdasági központok eltérő karakterét és szerepét. Jászokhoz Szolnok vármegyében a foglalkoztatottak száma évek óta emelkedik. 2023. harmadik negyedévében 5,3%-kal volt magasabb, mint az előző év hasonló időszakában. A foglalkoztatási arány az 77,3%-os, és a munkanélküliségi ráta is egyre javulóbb tendenciát mutat, az álláskeresők létszáma évről évről csökken. Míg 10 évvel ezelőtt 28 ezer álláskeresőről beszéltünk, manapság ez a szám 12.800. A főispán köszöntőiből azt is megtudtuk, hogy a foglalkoztatotti szám növekedése részben az uniós és hazai forrásoknak köszönhető. Munkahely megtartása 2,7 milliárd, míg munkahely teremtése összesen 3,6 milliárd forint támogatást osztatott ki a vármegye a pályázó vállalkozásoknak. A Jászokhoz-Szolnok vármegyei kereskedelmi és iparkamara és a Nemzeti Adó és Vámhivatal közös együttműködéséből megszülető top 50 kiadvány a megyére vonatkoztatható 2022-es gazdasági adatokat igyekszik összefoglalni. A legfontosabb gazdasági mutatók alapján elmondható, hogy a vármegyei társas vállalkozások az előző évinél 14,5%-kal több, 3895,2 milliárd forint nettó árbevételt realizáltak 2022-ben. A legnagyobb forgalmat változatlanul a feldolgozóipar és a kereskedelem vállalkozásai bonyolították, az értékesítések több mint fele hazai piacon történt. Csak a gazdaság erejére számíthatunk. Pócs János országgyűlési képviselő megköszönte a vállalkozások kitartását a recesszióban és nyomatékolta a kormány eltökéltségét a gazdaság további fejlesztésében. A top 50 első helyezettje, azt gondolom, hogy nagy titkot nem fogunk elárulni ezzel, a Samsung Electronics Magyar Zrt.
Az idei rangsorban 2022-höz képest helycserék történtek, de a top 10 vállalkozás többsége továbbra is a jásságban található. A dobogó második fokára az Accel Hunland Kft., még a harmadikra az Electrolux leelhűtőgépgyár Kft. Fért fel. A 2022 évi gazdasági teljesítményünk elismerése alapján évvállalkozása díjban részesítette a Jászberényi székhelyű Jászplasztik Kft.-t. A kiadvány bemutató zárásaként átadták a megyei iparkamara díjait. A 30 éves jubileumát ünneplő Jászplasztik Kft. Teljesítményét is elismerték, mely igyekszik a gazdasági kihívások mellett is helytállni és megmegújulni. Ez az eredmény, amit elértünk az elmúlt időszakban, ad egyfajta terhet, és mivel minden évben meg kell újulni, új kihívások jönnek, és ahogy elhangzott a mostani konferencián is, egyre szaporodnak a kihívások, és egyre nagyobb nehézségekkel kell ütközni. Ezek között nagyon nehéz megújulni, és folyamatosan szállítani az eredményeket, úgyhogy véleményem szerint a stabilitás az egyik legnagyobb kihívás ezek után. A díjazottak között találjuk még a szolnoki McHale Hungária Kft.-t, a Finom Fűszerek Kft.-t, Csontos György bútorasztalost és Villás Gergőt, a Top 50 kiadvány egyik elemző szerkesztőjét. A rendezvényről bővebben a Nézőpont következő adásában hallhatnak.